Kézzel készített gyertya, mézes kalács és préselt virágnyaklánc. Többek között ezeket is lehet kapni a kézműves vásárban, a Tatabányai Vértes Centerben. A vásár november 22-én nyílt meg, ahol egyedi, különleges, kézzel készített ajándékokat lehet kapni. Ez a kézműves vásár igazából az adventi készülődéssel kapcsolatban van, ugye 4 hét múlva itt a karácsony, és azt szerettük volna itt megjeleníteni, hogy egyedi termékeket lehessen kapni. A vásárba a helyieken kívül más városból is érkeztek kézművesek. Azt mondják, egyre kelendőbbek a kézzel készített ajándékok. A mézes kalácsok közül például nincs két egyforma. Tegnap itt volt egy hölgy, és pont mondta, hogy szeretne venni egy fenyőfát, és kiraktuk az összeset, és két teljesen egyformát nem talált. A kézműves vásár mellett november 22-től karácsonyi játékvásár is nyílt a plázában, ahol a játékautókon keresztül a társas játékokig minden korosztály megtalálja a maga kedvencét. Nagyon sok reklám megy a tévékben, ezeket a termékeket próbáljuk most igazán forgalmazni, illetve a kisebb gyerekeknek és a nagyobbaknak is minden igényét megpróbáljuk kielégíteni. A játékvásár mellett rengeteg akciós termék is csalogatja a vásárlókat. Az eladók szerint egyre kevesebb pénzt költenek a karácsonyi ajándékokra. Egyre nehezebb a nyugdíjból nagyon adakozni. A boltok már készülnek a karácsonyra, de egyelőre még kevesen vásárolnak. Vasárnap délután 5 órakor kezdődik az adventi vásár és ablaknyitogató. Az első ablakot Schmidt Csaba polgármester nyitja majd ki.